Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ahogyan az elhangzott, a vezetői állóképesség pilléreiről fogunk beszélgetni, méghozzá tudományos alapokra hivatkozva. Mielőtt belekezdenénk ebbe, egy játékos feladattal szeretném kezdeni a mai beszélgetésünket, méghozzá azzal, hogy ki tudjuk-e találni, hogy ki szerepel itt a fényképen mellettem. Azok tippeltek helyesen, akik azt mondták, hogy Bob Iger szerepel ezen a fényképen, aki nem más, mint a Disneynek a vezérigazgatója. De miért? Miért is mutattam meg ezt a képet? Mindjárt kiderül. Először is beszéljük át azt, hogy mi jut eszünkbe elsőként róla. Mindjárt megmutatom ismét ezt a fényképet, és arra kérlek benneteket, hogy közösen ötleteljünk, hogy mik az első asszociációink és gondolataink, amik erre a fényképre ránézve feljönnek bennünk. Hagyok egy kis időt ehhez. Nekem például, ami először eszembe jut róla, az, hogy egy magabiztos ember. Valószínűleg egy sikeres, egy jó állapotban lévő, egy magát jól érző, egy határozott, egy jó életet élő embert látok ezen a fényképen. Legalábbis ez az érzésem támad, amikor ránézek a fényképre. De ez nem véletlen, hiszen ez egy nagyon-nagyon tudatosan és profin felépített kép. Nem tudom, hogy ki volt már hasonló helyzetben, de én már biztosan éreztem azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit kommunikálok a partnerek felé önmagamról. Aki hasonlóan érez ehhez, annak talán szívhez szól az az idézet, ami most következik. Ez Bob Igernek az új könyvéből, a Hullámvasút egy életen át című könyvéből származik. Itt pedig arról számol be, hogy 6 éves fiával volt egy meccsen. Ezen a meccsen pedig a mérkőzés kellős közepén éreztem, hogy nyírkos lesz a bőröm. A mellkasam megfeszült, és légszom tört rám. Mindkét szülőm 50 évesen kapott szívrohamot, akkor én 54 éves voltam, és felismertem a tüneteket. Valójában mindig féltem tőle, hogy egyszer engem is elér. Azonnal hívtam a belgyógyászomat, és ő pedig kijött, ellenőrizte az alapvető életfunkcióimat, majd egyenesen a szemembe nézett, és azt mondta: klasszikus pánikrohamod van, pihenned kell. Mindig úgy gondoltam magamra, mint akinek a stressz nem árthat, aki képes koncentrálni, és képes megőrizni a nyugalmát feszült helyzetekben is. De akkor hogy van az, hogy ránézünk erre a fényképre, és mégis egy erős, határozott vezetőt látunk meg? Abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akinek szintén magas teljesítményei vannak, talán nem olyan magasan, mint mondjuk a Disney vezérigazgatójának, de élsportolókról beszélek, sorozatvállalkozókról, cégvezetőkről, orvosokról, mérnökökről, egyetemi tanárokról, és milyennek a történetnek az egyetlen nagy tanulsága? Ez nem más, mint az, hogy